kislányom valamelyik nap azt mondta, apa, én énekes szeretnék lenni. És my daughter said the other day, Dad, I want to be a singer. És így megállt bennem az ütő. And I was Jézusom, shocked. Látott valami. She saw something. Sztárt, aztán most az akar lenni. And she wants to be a star. És én meglepetten kérdeztem, hogy hogy na jött ez az ötleted? And with this surprise I asked her, where does this idea come from? Hogy hát, olyan, mint a Tanya néni. Olyan. She said, just like Tanya. Ámondom, like akkor rendben van. But that's all right, I said. Egy rövid bevezető erejéig kérlek, hogy lapozz János 13-hoz. And for a short introduction, please turn to John 13. És itt a 23. versben azt látjuk. And in verse 23 we see. Jézus mellett telepedett le egyik tanítványa, akit Jézus szeretett. Now there was leaning on Jesus' bosom one of his disciples whom Jesus loved. János nagyon gyakran úgy emlegeti magát, hogy ő az a tanítvány, akit Jézus szeretett. John very often refers to himself saying that he is the disciple whom Jesus loved. Jó volt az önképe. He has a good self-image. János az Úrral járt. He walked with the Lord. És János azt mondta, hogy én vagyok az a tanítvány, akit Jézus szeret. And John said that I am the disciple whom Jesus loved. János nem mondta azt, hogy oh. John didn't say, well. Hát igen, a Frank. Well, yes, Frank. Frank. Megértem, hogy őt szereti Jézus. I can understand that Jesus őt loves him. Őt mindenki szereti. Everyone loves him. Frankot nehéz nem szeretni. It's hard not to őt love igen. Frank. Like Jesus loves him, of course. Engem. But me. Egy ilyen hitvány alakot, mint Someone én vagyok. Someone like me, a lousy engem person. Engem nem lehet szeretni. I cannot be loved. Hogy olyan sokszor van. Many times it happens. Hogy nem fogadjuk el Jézusnak a szeretetét. That we don't accept the love of Christ. Olyan sokszor van, hogy a világformálta önképünkkel felülbíráljuk Istennek a szeretetét. Many times we overwrite the love of God with our self-image derived from the world. És nem vonatkoztatjuk magunkra Istennek a szeretetét. And we don't accept or we don't think that love God loves us. Igen, Frank lehet az a tanítvány, akit Jézus yes, szeret. Yes, maybe Frank can be this disciple whom Jesus loved. De én soha. But I can never be that person. Me not. De János. But John. Azt mondta, hogy én vagyok az a tanítvány. He said that I am János the nem vonatkoztatta másra. He didn't János say this nem about hárította el anyone else. A Jézusnak a szeretetét. He didn't avoid hanem the love of Christ. Azt mondta, accepted hogy igen, én ebben akarok járni. He said, én yes, vagyok az a tanítvány, akit in. Jézus szeret. I am the disciple whom Jesus De mi loved. Olyan nagyon sokszor ilyen Zákeust játszunk. Where we play Zacchaeus so many times. Hogy felmászunk egy fára, és csak így messziről nézzük Jézust. That we climb up a tree and nem from merünk far oda distance, menni hozzá. We see, we nem merünk Jesus. Közösségbe lenni vele. We don't dare nem to merjük to elfogadni him. Az ő szeretetét. We don't dare to accept his love. Pedig ha belegondolsz, nevertheless, if you think about it, Filippi 2-ben, in Philippians 2, ha megnézed, just look at it, Jézus mit tett értünk, what Jesus has done for us, megüresítette magát, he emptied himself, szolgai formát vett fel, he took up the form of a slave, engedelmes volt, he was obedient, megalázta magát, he humbled himself, és keresztre ment azért, and he went hogy mi to the cross, so that we may live. Félretette az istenségét. He put aside his deity. Gondolod, hogy ha mindezt megtette Jézus értünk? Do you think when he accomplished all this for us? Akkor azt szeretné, hogy így messziről nézzük. Then he wants you to look at him from a distance. Akkor azt szeretné, hogy csak így távolról legyünk vele egy ilyen látási viszonyban. He wants you to see him from a distance, like we see each other day by day. Jézus valódi kapcsolatot szeretne. No, he wants a real relationship. Azt szeretné, hogyha oda mennénk hozzá. He wants us to go to him. Azt szeretné, hogyha elfogadnánk az ő szeretetét. He wants us to receive his love. Ahogy János is tette. Just as John János did. 21-ben láthatjuk, hogy ő Jézussal járt. In John követte Jézust. In John 21 we can see that he walked with Jesus, he even followed him. És ez az, amire el vagyunk hívva tanítványként. And this is what we are hogy called for, as disciples, to follow Jesus. Hogy vele járjunk. To walk with és him. És fogadjuk el a szeretetét. And to receive his love. És Jézusnak ez minden vágya. And this is all he desires hogy oda menjünk for, hozzá. That we may elfogadjuk go to him, a szeretetét. Accept his love. Ráhajtsuk a fejünket az ő vállára. Lean on his bosom. És azt mondjuk. And say,
Én vagyok az a tanítvány. I am this disciple. Én vagyok az a tanítvány. I am that disciple who you love. Úgyhogy csak menjünk oda hozzá. So let's go to him. Fogadjuk el az ő szeretetét. And let's receive his love. És higgyük el. And let's believe it. Let's believe it. Hidd el. Believe it. Hogy te vagy az a tanítvány. That you are this disciple whom Jesus loved. És akit most is szeret. And whom he still loves. Amen. Urunk, csak köszönjük neked, és kérünk téged, hogy kent fel az Isten tisztelet hátra lévő részét. Lord, we thank you for this, and we ask you to bless and anoint the remainder of this church service. Urunk, csak köszönjük neked. We just thank you. Drága nevedben. In your precious name. Amen. Amen. Come sit up here with us. Megkérjük Pastor Drew-t, hogy üljön fel a színpadra. Pastor Barry, you want to come up? Well, if I'm dressed like this, you can be dressed like that. It's okay. Csak nagyszerű együtt lenni az ő nevében, és it's good to be together in his name. Volt egy nagyszerű házassági konferenciánk. We had an awesome marriage conference. Egy pár napban sok mindenről hallottunk. Couple of days, we heard many things. Nem fogunk róla beszélni. But I'm not going to speak about it. Tényleg áldás volt. It was a blessing, really. És volt itt még valami, Pastor. There was something else. Akit szerettem volna, hogy beszél egy kicsit a Káris baráti körről, még jönnél egy kicsit. Please, Pastor, to speak about Káris, the standings. Jó híreim vannak. I have good news. És ez tényleg nagyon jó hír. And it's really good news. Hogy eloszlathattunk minden olyan kételyt, hogy a Káris baráti kör nem működik. I just want to nullify all the doubts that the Káris friendship circle, how is this? The Friends of Káris circle doesn't work. Mert hogy a KBK működik. Because it works. És most volt az első hónap, így miután bejelentettük. And this was the first month after we announced. És azt látjuk, hogy Káris baráti körön keresztül nagyságrendileg ilyen 130 ezer forintnyi összeg jött be. And what we see is that through this Friends of Káris circle around 130,000 forints came in. Ami persze, ha úgy nézzük, hogy mennyi kellene ahhoz képest, azt mondod, hogy és ennek örülsz. Which is, of course, if I compare it to the needs, you could say, well, are you happy about this? De igen, nagyon örülünk neki. But yes, we are very happy about mert this. Mert nevesd meg a kicsin kezdeteket. Because don't despise the small ez beginnings. Ez egyértelműen azt mutatja, hogy ha megyünk, beszélünk a Kárisról, this obviously says that or shows that if we speak about Káris and ha tényleg beszélünk arról, hogy a Káris egy értéket képvisel, and if we really speak about Káris being a value, ha tényleg beszélünk arról, hogy sokkal szegényebb lenne ez az ország, ha nem lenne a Káris, if we really speak about és ne higgyétek, hogy ezek túl nagy szavak, if there was no Káris, and don't think there are too big words, mert tényleg szegényebbek lennénk, because we would be much poorer, akkor igenis az emberek hajlandóak adni. Yes, people are willing to give. Úgyhogy csak bátorítalak benneteket, hogy továbbra is munkálkodjatok a Káris baráti körben. So I want to encourage you all that further on work in this circle. És csak nagyon-nagyon szeretném megköszönni az adakozásotokat. And I personally also want to thank you for your giving, for your work, for your participation. És hogyha valakinek kell még brosúra, akkor kérlek, hogy Isten tisztelet után keresd meg. Köszönöm. And if anyone szépen. Needs more material, please see me after church service. So in light of this last comment, a legutolsó megjegyzés fényében tehát, we had a little family fair at Greater Grace International School. A Gigi IS bent a iskolában volt egy ilyen kis családi. And thanks to all the parents, és a szülőknek hála, of the students, akik az ottani diákok and szüleinek, the staff, és a staff, kész, végem van. Tehát a tanárok meg a we were able to raise for the Friends of Káris Circle 131,550 forints. 131,550 forintot good evening.
Jó estét kívánok. Good job. I'm looking for a Hungarian Bible somewhere. Hi, how are you? You won't need it. You just quote. By way of introduction, let's look at Hebrews chapter 4. Bevezetésképpen Zsidók 4-hez lapozzunk. So we just want to speak for a couple minutes about access to God. Néhány percig arról szeretnék beszélni, hogy oda menetelünk Istenhez. Does anybody here have access to God? Van itt valakinek menetele Istenhez? Yeah, very good. I like that. Nagyon jó, ez azért tetszik. Of course we do. Persze, hogy van. Right. And then when we go to him, do we get what we need? És amikor oda megyünk hozzá, megkapjuk, amire szükségünk van? We're making you think tonight. Do I get what I need when I go to God? Hogy vajon megkapom-e azt, amire szükségem van, amikor Istenhez megyek? How do I go to God? Hogyan megyek Istenhez? Am I like begging? Hogy koldulok? Where are you, Lord? Hol vagy, Uram? I need you now, Lord. Szükségem van rád, Uram, most. And then when I don't need you, I am off doing whatever I do. És amikor nincs rá szükségem, akkor teszem a dolgomat. That is kind of a relationship, isn't it? Ez elég fura kapcsolat. But not the one we want. De nem az, amire vágyunk. And the thing is of coming to the Lord. És az, hogy oda menni az Úrhoz. And beginning to trust him more and more in our lives. Elkezdeni bízni benne egyre inkább az életünkben. You know, comes this comfort assurance. Van egy ilyen vigasztaló bizonyosságunk. Let's look at Hebrews 4. Nézzük meg akkor Zsidók 4. In verse 16. 16. versét. Where he talks about coming to a throne room of grace. Ahol a kegyelem királyi trónusához megyünk. And so when we're coming before the Lord, tehát amikor az Úr elé járunk, I would like to think that we're always walking before him. Szeretek arra gondolni, mindig előtte járunk. And we are, you know. És hát igen, így van. Whether we realize it or not, he akár is like veszik, there. Hogy nem, ő ott van ugyanis, és lát. But it would be nice to like realize he was there. De jó lenne, right? Azt észrevenni, hogy like, ott vagyunk. Instead of like, are you there? Mint azt mondjuk, hogy ott vagy. But we would walk and go, oh, you are there. Hanem ehelyett inkább azt, amikor járunk, ráébredünk, and then hogy, comes hát like an assurance in the heart. És akkor van ez a bizonyosságunk a szívben. That like everything is okay. Hogy akkor minden rendben van. Now, is everything okay? Most már minden rendben van így. Yes, it is. Igen, így van. But then, is everything okay? De aztán jön a kérdés, minden it is rendben like van. A question for my heart. Ez egy kérdés a szívemben. Here it says, let us converse 16. 16. versben tehát. Let us therefore come. Why is the therefore there? Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónjához. Miért van ez a tehát ott? In verse 15, because we do have a high priest that can be touched. Hiszen a 15. versben azt mondja, hogy nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni. With our feelings. Az erőtlenségeinken. With our infirmities. És kísértés szenvedett mindenben. And in all ways was tempted like we are. Mint mi, ugyanúgy kísértés szenvedett. Like often like someone begins to share about their lives. Például valaki elkezd mesélni az életéről. And we're each an individual and we go through many trials in life. És mindannyian egyénenként végigmegyünk különböző próbatételeken. And we like to say to one another, I understand. És szívesen mondjuk egymásnak, hogy hát megértelek. And I know what you're going through. Tudom, hogy mind mész keresztül. But usually we really don't. De ezt igazából nem tesszük. But we want to. Szeretnénk. But Christ can say, I have. De Krisztus mondhatja, hogy én bizony átmentem. That when I take my burden to the Lord, amikor a terhemet az Úrhoz viszem, he was in all ways, ő minden módon tempted and tried, kísérte volt és megpróbálta volt. Every suffering I have ever experienced, minden szenvedés, amit valaha megátéltem, every átéltem, burden that is upon my heart, minden súly, minden teher, ami every a szívemet pain nyomja, that is in my body, minden fájdalom, ami volt a testemben, every loss I have ever suffered, minden veszteség, amit elszenvedtem, Christ can say, I understand. Krisztus mondhatja mindenre, hogy értem. And I am with you. És veled vagyok. That's why I am declared to be the God of all comfort. Ezért hívnak engem úgy, hogy minden vigasztalás Istene. So he says, let us come to him with assurance. Tehát bizalommal járuljunk. The relationship is one. A kapcsolat az egy. Of pure acceptance. Ez egy olyan kapcsolat, ami a tiszta elfogadáson alapul. It doesn't even seem right that it should be this way.
nem is tűnik helyesnek vagy igazságosnak, hogy ilyen legyen. Mert hát olyan rossz dolgokat teszünk, nyomorultakat. Hogy akkor ezek után Isten miért tényleg, miért is fogadna el engem? Hát azért, mert Isten. És mivel Krisztus kifizette az árat. És akkor Róma 5:1-ben olvashatjuk, hogy előtte állunk. Teljesen megigazulva. Because of a belief in Jesus Christ. Azért, mert hittünk Jézus Krisztusban. And that's all that is required. És csak ennyi a kívánság, az elvárás. In Isaiah 1:18. Mint Ézsaiás 1:18-ban. Come on and reason with me. Gyere és érveljünk, vagy vitatkozzunk. Come on and think with me for a while. Gondolkodjunk együtt egy kicsikét. Yeah, you may be red like scarlet. Lehet, hogy vörös vagy, mint a But I make you whiter than snow. De fehérebbé teszlek, mint a havat. I make you like white wool. Olyanná teszlek, mint a fehér len. Hogy amikor majd előttem leszel, akkor tudhatod, hogy jöhetsz. És akár nyitott, fedetlen arccal jöhetsz. Gyakran képzeljük így, hogy oda mehetek az Úrhoz, de körülbelül úgy, mint a gyerek, amikor valami rosszaságot elkövetett, lehorgasztott fejjel, körülbelül az ujjaink keresztül kukucskálunk. Vajon elfogad engem ma? Vajon tudja-e, mit tettem? Bizonyos értelemben. Nem, nem tudja. Hát persze. Jó, hogy tudja. De úgy döntött, hogy nem tudja. Mert a bűnért az ár ki lett fizetve. Ha tehát fizettek érte, akkor az már nem jön az ő jelenlétébe. Amikor én előtte odajárulok hozzá, akkor milyen vagyok? Igaz vagyok. Teljes és tökéletes. Because of what Christ has done. Amiatt, amit Krisztus végzett el. And we would say, well, we don't come with our own righteousness. És mondjuk azt, hogy nem a saját igazságunkkal jövünk. Well, yes, we do. Nos, igen, azzal jövünk. Because when I received it from Christ, mert amikor ezt Krisztustól elfogadtam, it became mine too. Akkor az enyém is lett. So this little misconception. Úgyhogy ez a kis téves felfogás erről, hogy én nem vagyok or igaz. I would say, I am clothed in Christ right. Vagy az, hogy fölöltöztem Krisztus igazságát. It leaves a little area. Itt marad egy kis terület a számunkra, ahol meghanyatlok és úgy érzem, hogy kevés where vagyok. He declares it there in Romans 5:3, we stand. Amikor Róma 3:4-ben azt mondja, hogy megállunk. So he says, when you come to me. Tehát azt mondja, amikor hozzám jössz. Come to me full face. Teljes hittel gyere. I mean, it doesn't even seem right. Nem is tűnik ez helyesnek. But it's the way God has declared it to be. De Isten kijelentette, hogy így legyen. Look at me for who I am. Nézz rám, hogy ki vagyok én. And come to me. És jöjj hozzám. The way I would like you to come to me. Úgy, ahogy én szeretném, hogy gyere. And I say you come to me boldly. És én azt mondom neked, hogy bátran gyere. And that's not like cocky. És ez nem ilyen kis óvatoskodás. But it's with assurance. Hanem bizonyosság. I am touched with your feelings and infirmities. Hogy engem megérint a te gyengeséged. There is no more. Nincsen több. For the believer priest. A hívő pap számára. The hiding of the face. Nem kell már eltakarni az arcát a hívő papnak, hanem fedetlen arccal járulhat. We shared this morning in 2 Corinthians 3:18. Más 2 Korintus 3:18-ból ma reggel beszéltünk. We behold the glory. Hogy csodáljuk a dicsőséget. And then we are changed. És akkor elváltozunk. Into this glory. Az ő dicsőségére. We're reflecting God's grace. Isten kegyelmét tükrözzük vissza. Mean? Mit jelent ez? Oh, it's amazing, Lord. Az csodálatos, Uram. The love that you have for me. Az a szeretet, amit számomra tartogatsz. Even if I made my bed in hell. Még akkor is, ha a pokol kapujában vettem meg az ágyam. You are there. Te ott vagy. No, you are there. Nem, ott vagy. With me? Velem. It is not a question. Ez nem kérdés. It is the reality. Ez a valóság. And the righteousness that I now walk in. És az igazság, amelyben most járok. Is the same righteousness Christ walked in. Az ugyanaz az igazság, amelyben Krisztus járt. He who knew no sin. Mert ő, aki nem ismert bűnt. And did all things without sin. És mindent bűn nélkül cselekedett. What did he do for us? Mit tett ő nekünk, értünk? 2 Korintus 5:21. He became sin. Ő bűnné lett. Took it all.
Az egészet magára vette. All, az egészet. All of mindet. Az egészet. Why? Miért? That I may do this very thing. Azért, hogy ezt tehessem. Come before God. Az Úr elé járulhassak. And be righteous. És igaz lehessek. So he says, we come boldly. Azt mondja, to a throne of grace. Bizalommal járulunk a kegyelem trónusához. Right. And what do we obtain? És mit nyerünk? Oh, mercy. Irgalmat. Mercy, mercy, mercy. Irgalmat, irgalmat, irgalmat. Do you get a lot of mercy in your life? Szükséget ad mások irgalomra az életedben? Right? Do we get a lot of mercy? Sok irgalmat. Let me say it this way. Mondjuk ezt így. You get a lot of mercy in your life. Az életed során rengeteg irgalmat kapsz. Mert hát jövünk. And we obtain. És kapunk. The mercy from the Lord. Az irgalmat az Úrtól. We come with the face of Christ. Krisztus hitével jövünk. Azzal az igazsággal, amely bennünk van. És irgalmat nyerünk. And then we find grace. És kegyelmet találunk. We do not get what we would think we deserve. Nem azt kapjuk, amiről azt gondolnánk, hogy megérdemeljék. And then we get what we did not deserve. És aztán azt is kapjuk, amit nem érdemlünk meg. And it gives us a strength. És a what? A strength. Tehát erőt ad like nekünk. This muscle right here. Mindez az izom itt. This pulpit right over my head. Most, amikor fölemelem a pulpitust a fejem fölé. Come here, Pastor Zoli, we're gonna pick you up. Gyere, Pastor Zoli, hadd kapjalak föl. Everyone knows it's Pastor Zoli's birthday, don't they? Mindenki tudja, Pastor Zolinak ma van a születésnapja. Yeah! One year to get married? Még egy év és megházasod? That's what he says. He's got one year. Azt mondja, van még egy éve. To get married. Okay. So he comes. Tehát jön. He comes to the throne of God. Isten trónusához. And he says, Lord, mondja, one year I have. Egy éven van még. No, we come and then we're fine. We have the grace. It's a throne of grace. És ez a kegyelem trónja, tehát miénk a kegyelem. And because it's a throne of grace. És mivel ez a kegyelem trónja. We're finding that grace. Ott megtaláljuk a kegyelmet. And it's like, Lord, that this is so amazing that you could always be for me. És azt mondjuk, hogy Uram, ez olyan elképesztő, hogy mindig értem vagy. És így is van. And you know what this does? Tudjátok, hogy ez mit tesz velünk? It says it gives us help. Segítséget ad nekünk. In the time of need. Amikor segítségre van szükségünk. Are we ever in a time of need? Volt már olyan, hogy segítségre volt szükségünk? Like ongoing continually. Hát mondjuk ez kvázi állandóan. I need you, Lord. Ú, szükségem van. And Lord says, and that's why I'm here. És az Úr azt mondja, és ezért vagyok itt. And you come and you receive it from me. És gyere hozzám, és megkapod tőlem. Amen. Amen. Okay, még van egy pár percünk. Okay, we have some minutes left. Ah, micsoda? Annyira megáldott ez a gondolat, hogy this I thought so much blessed me. Ah, hogy tényleg ez így mind a két üzenet, amit hallottunk. Both of the messages we heard. Ez igazán így az Istennel való kapcsolatunkról szólt. It speaks about our relationship with God. Ah, én vagyok a tanítvány, akit Jézus szeret. I am the disciple whom Jesus loves. És aztán én vagyok az, akinek menetele van Isten trónjához. And then I am the one who has access to the throne of God. És annyira örülök, mert az annyira valójában az üzenet, amiről beszélni akartam. I'm so glad because this is actually the message I was planning to speak about. De hálás vagyok Istennek ezért. So I'm very thankful to God for this. És nem tudom, hogy vagytok? So how are you? Rendben vagytok? Are you okay? Tudjátok, mi volt az egyik idézetünk a házas konferencián? We had one quote at the marriage conference. Szókratész mondta. Socrates said it. Azt mondta, hogy mindenképp érdemes megházasodni. He said it's worth to get married. És azt mondta, hogy ha jó a házasságod, akkor boldog ember leszel. He says if your marriage is great, then you're gonna be happy. Ha rossz a házasságod, and if your marriage is bad, akkor filozófus. Then you're gonna be a philosopher. és nagy filozófus volt. He was a great philosopher. És
Szegény felesége. Poor wife. Okay. Ennek semmi köze az üzenethez, de... This has nothing to do with the message. De ahhoz, hogy egy házas hétvégére eljuss, az meg kell házasodnod, úgyhogy... But in order to get to a marriage weekend, you have to get married. Sosem tudjátok, hogy milyen nagy bölcsességeket hallani ott. So now you know what great wisdom we heard there. Okay, csak egy pár gondolat. Just a few thoughts. Hogy, és Pastor Drew már említettem. And Pastor Drew already mentioned it. És csak ez a Lukács 12:13-ban. And this is in Luke 12:13. Sok ember jön Jézushoz így akár ma is. Many people come to Jesus just like today. Ma is így jönnek hozzám. This way they come to him is even today. Mondta pedig néki egy a sokaság közül, Mester, mondd meg az én testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. Then one of the crowd said to him, Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me. Ő pedig mondanék, ember, ki tett engem köztetek bíróvá vagy osztóvá? But he said to him, Man, who made me a judge or arbitrator over you? És ez annyira érdekes, ki mondja ezt? It's interesting, who says? A világ mindenség Istene. He's the God of the universe. Ő az, aki azt mondta, hogy az Atya nem ítél semmit, hanem a Fiúra bízta, hogy ítéljen. He's the one who said that God is not the Father is not judging, but he gave it over to his Son. És ő lesz a bíró. And he will be the judge. És azt mondja, ugyan ki adta nekem azt, hogy én ítéljek a ti ügyetekben? But here he says, who made me a judge? Nem azt mondja. He doesn't say. Nem vagyok elég nagy, hogy eldöntsem, hogy az örökség kié legyen. I'm not great enough to decide who the inheritance would go to. Hanem azt mondja, but he says, én nem ezért jöttem. This is not what I came. És ha hozzám jössz, and if you come to me, akkor ne ezért gyere hozzám. Don't come to me because of this. És ez annyira fontos. And this is so important. Sok ember jön Istenhez, many people come to God, azért, hogy a problémáját lerendezze. So that God would settle their problems. Ha baj van, if there is a problem, akkor találok gyorsan egy templomot, ahol lehet imádkozni. Ha baj van, trouble, akkor eljövök a gyülekezetbe. Church, tudjátok, karácsonykor, húsvétkor, you know, és amikor baj van. You know, it's Christmas and Passover and what's Passover? Easter. Easter. És amikor baj van. És ez a három alkalom, amikor jövök. And these are the three occasions és ennyi. And that's all. De Jézus azt mondja, but Jesus said, ha hozzám jössz, if you come to me, akkor ne így gyere. Don't come to me. Én nem azért jöttem, I didn't come, ezt úgy szoktuk mondani, hogy preferenciától függően kóla vagy kávé automata hit. We say it like this, depending on preferences, Coke or coffee, and then faith. Kóla vagy kávé automata hit. Oh, okay, it's a faith of a Coke or coffee machine. Hogy bedobom az imát, és alul kijön a megoldás a problémámra. I throw the coins, this is my prayers, and then és the Jézus azt mondja, but Jesus said, ennek az embernek, to this man, ne így gyere hozzám. Don't come to me like ne this. Így gyere hozzám. Don't come to me like én nem, nekem nem ez a részem. Nekem nem ez a part. Dolgom. This is not my job. Aztán egy másik. And then something else. Lehet, hogy valaki eljön ide. Maybe someone comes here. Lehet, hogy új vagy itt. Maybe you're new. És azt gondolod. And you think, ez egy viselkedés. Well, this is a form of behavior. Ez egy szókincs. This is ez itt egy words of selection of words. Ez itt egy udvariasság. This is a courteousness. És ezt meg tudom tanulni. And I can learn this. De volt egy érdekes eset. But there was an interesting case. Mátéban. In Matthew. Pillanat. Máté 3:9. In Matthew 3:9. Keresztelő János. John the Baptist. Ő volt a látványosság. He was the ő volt a népszerű tanító. He was the az ő gyülekezete volt a leggyorsabban növekvő gyülekezet. His church was the most the fastest growing church. És mindenki oda gyűlt. And everyone came. Izgatottság volt körülötte. Valami történik. Excitement. Ez az ember másként beszél. This man speaks differently. És sokan eljöttek. And many came. És hallgatták. And they listened to him. De but közben meanwhile, azt mondja nekik, he says to them, miközben engem hallgattok, nem így írja, miközben engem hallgattok, as you are listening to me, azt mondja a 9. versben, ne gondoljátok, hogy közben így szólhattok magatokban. He says in verse 9, don't think that you can think for yourself. Ábrahám a mi atyánk. We have Abraham as our father. Tudjátok, mit csináltak? You know what they did?
Tetszik, amit mondasz. I like what you're saying. Szeretem hallgatni, amit mondasz. I love to hear it. De alapvetően but in a basic line, én rendben vagyok. Bottom line, I'm okay. Alapvetően én rendben vagyok. And bottom line, I'm okay. Per pillanat, te vagy az izgalmas tanító. At the moment, you are the exciting teacher. Tetszik, amit mondasz. I like what you're buli saying. A dolog. It's szeretek fun. Itt lenni. I love to be köszönöm, here. Tanító. Thank you, teacher. De ha megkérd, de ha őszinte lennék, but if I would be, if I were, honest, akkor azt mondanám, then I'd say, hát alapvetően rendben vagyok. Bottom line, I'm okay. Alapvetően minden oké nálam. I'm actually okay. Az én atyám Ábrahám. My father én rendben Abraham. Vagyok. I'm all right. Ez az én jogosítványom Istenre. This is my license to God. És János azt felelte neki. And John answered them. Nem. No. Nem, nincs rendben a dolog. No, it's not okay. Nem, nincs rendben a dolog. This is not okay. Így sem érdemes jönni Istenhez. This is again a way where it's not, good to come to God. Mi mélyebbről beszélünk. We are speaking about something deeper. És ez az, amiről mondani akartam egy pár szót én is. And I want to speak, tell you a little some words about this. Ugyanúgy, ahogy az előttem szólók is. Just the ones who spoke before me. Hogy akik rendszeresen járunk ide. That we who come here often, tanulunk valamit. On a regular basis, we are learning something. Tanulunk valamit. We are learning something. Valaki, aki kívülről néz, nem ismer bennünket, azt gondolhatja, hogy tevékenységeket tanulunk, mondjuk hozzáállásokat, de ez nem igaz, mert ez nem a vallásról szól, hanem ez az ő élete munkálkodik bennünk. Úgyhogy sok mindent tanulunk. Hadd mondjuk csak egy-két példát. Csütörtökön este beszéltünk erről. Beszéltünk erről valahol, nem emlékszem somewhere, már valamikor későn lehetett. It was late night, emlékszem, hogy ásítoztam nagyon. I remember yawning. De hogy például az egyik dolog, amit tanulunk, like one of the things és ezt today, általában nem így mondjuk, hogyha kérlek figyelj. Usually we don't say it like this, so please pay attention. De tanuljuk például, hogy az igazság abszolút. We learn that the truth is absolute. Ez fontos. It's important. Odakint, outside there, azt halljuk, we hear, hogy nincs abszolút. That there is no absolute. Ha azt mondod, if you say, hogy van igazság, that there is truth, ha azt mondod, hogy ez az igazság, if you say, this is the truth, és az nem, and that is not, tehát ez az igazság, és ebből az következik, hogy az ellentéte hazugság, this is the truth, which means that everything else is a lie. Akkor szűklátókörű vagy. Akkor kigúnyolnak, ha azt mondod, az igazság csak egy lehet. De az egyik dolog, amit mi itt tanulunk, az, hogy az igazság egy. Az igazság abszolút. Aztán még valamit tanulunk. Hogy az érvelés, a logika az egyszerű. Van egy ok, és van egy következmény. Ennyi. That's all. Egy meg egy az kettő. One plus one makes two. Odakint outside there, azt halljuk we hear, nagyon sokszor, many times, az emberek szeretnék ezt hinni, or people would like to believe this. Hogy aminek én akarom, a válasz az lesz. The answer is what I want. It's from my heart. Ami nekem tetszik, what I like. Az a válasz. This is the answer. Egy meg egy az annyi, amennyi nekem kell a mai nap. One plus one is the amount I need today. És ez nagyon érdekes. And this is very ez azt jelenti, because it means, hogy nem tudsz semmit bizonyítani, that you cannot prove anything, vagy még rosszabb, or even worse, bármit be lehet bizonyítani, you can actually prove anything, és az ellenkezőjét is, and the opposite of it. És nem lehetsz biztos semmiben. And you cannot sure, mi pedig azt sure tanuljuk, anything. And we learn, ha valami igaz, when something is right, a többi az nem igaz. Everything else is ilyen not egyszerű. Right. That's how és ez is. Nem szűklátókörű. And this is not narrow-minded. Ez csak valami, amit Isten tanít nekünk. It's something God teaches us. Hogy vannak dolgok, amik szemben állnak. That there are things which are the opposite of each other. Dolgok, amik elfogadhatóak. Some things are acceptable. Ha szeretem a barátomat, if I love my brother, akkor ha szeretem friend, a barátomat, akkor gyűlölöm azt, ami elpusztítaná. Then I hate those which could destroy him. És azt mondja, nem gyűlölhetsz, ezt nem szabad. And it says, oh, you cannot. Sajnálom. I'm sorry. Ha szeretek, if I love, akkor szükségszerűen fogok gyűlölni is. Then logically I will hate as well. Ha hiszem, hogy valami igaz, if I believe that something akkor is hiszem, right, hogy valami más az hazug. Then I also believe that something else is a lie. Aztán tanuljuk még például, hogy a hitünk az nyilvános.
And that also we learn that our faith is public. Ezen azt értem. Oké. Okay. I mean, talán jobban érthető lesz. Maybe let's make it more understandable. Mit hallasz odakint? What do you hear at the outside? Figyelj, higgy, amit akarsz. Listen, believe what you want. Csak ne lássam. But I don't want to see it. Ezt, nem ezt halljuk odakint? Isn't this what higgy, amit akarsz. Believe what you want. Csak ne csinálj amiatt semmit az én jelenlétemben, légy szíves. Don't make it public in my presence, please. Ne lássam a dolgot. I don't want to see it. Mi meg azt mondjuk. And we say, ezt nem lehet. It's impossible. Ha hiszek valamit, if I believe something, akkor az jön velem az életem minden területére. Then this comes into all the areas of my life. Akkor az ott lesz a házasságomban, this will be in my marriage, az iskolámban, in the school, a munkámban. At my job. Ó, és mellesleg. And by the way, figyelj, ha 8 óráért fizetnek, akkor dolgozz 8 órát. If you are paid for 8 hours, please work 8 hours. Ha azért fizetnek, hogy dolgozz 8 órában, akkor ne evangelizálj 6 órában és dolgozz 2 órában. By the way, if you are paid for working 8 hours, then don't evangelize 6 hours and work 2 hours. Hanem dolgozz 8 órát, work 8 és járj az Úrral, and walk és persze with the Lord. Szolgálj. And of course, de ne vegyél el belőle. But don't take away mit mondok? From work hours. What am I saying here? Azt, hogy a hitünk az nyilvános. Úgy értem, hogy jön velünk. Nem csak a magánéletünkben van velünk, hanem mindenütt, ahova megyünk. Nem kérdés. Jöttünk a hetesen, és ott van az a piros mikrobusszerű izé, és ilyen ezüst neoluxal rá van fújva a hátuljára, Jézus él. It's, you know, with this painting on the back, there's Jesus is alive. De hogy így, pszt, a like sprével, spray, föl van fújva. Like mondom, Bolbás János. Wow, Bolbás János. Okay, nem azt mondom, hogy tett tönkre az autódat. And I'm not saying ruin your car. De az, hogy tudod, hogy a hitünk, ez nyilvános ebben az értelemben, hogy megy velünk mindenhova, és hatással van mindenre, amit csinálunk. És ezt tanuljuk. Általában nem így beszélünk róla. Általában azt mondjuk, tanulunk járni a szellemben, tanuljuk a Bibliánkat, tanuljuk szeretni a mi Istenünket, megtanuljuk, hogy Isten szeret bennünket, és aztán ez kifejeződik az életünk minden területén, nem? Lapozzunk Jesajás 50-hez. Így a vége felé. Jesajás 50-ben van itt egy nagyszerű bátorítás, egy pár kérdéssel együtt. With some questions together. Van itt egy két kérdés. There are two questions. Ki féli közületek az Urat? Which verse? 50-10, bocsánat. Verse 10. Who among you fears the Lord? És ki hallgat az ő szolgája szavára? And who obeys the voice of his servant? És aztán itt jön a tanács. And here comes the advice. Ő, aki sötétségben jár, és nincs fényessége néki, who walks in darkness and has no light. Bízzék az Úr nevében. Let him trust in the name of the Lord. És támaszkodjék Istenhez. And rely upon his God. Okay, mennyire nagyszerű ez. So how great this is. Ez a kapcsolatunkról szól. This speaks about our arról, hogy tanultam valamit. That I have learned something. Arról, hogy nem csak arról szól, that it's not only about, hogy megmondják nekem, mit csináljak és mit ne, sőt, someone telling me what to do and what not. Többnyire nem is mondjuk meg, hogy mit csinálj. Even more, we don't even tell you what to do. Hanem azt mondjuk, jár Istennel. Ez az, amit tanulunk. Ez az, amit tanulunk. Bízni az Úr nevében. És Istenhez támaszkodni. Mint tudod, csak amikor bajban vagyok, akkor neki dőlök. És rendben vagyok. És rendben vagyok. Nem tudok megállni a lábamon. De itt van az én barátom. Itt van az én Istenem. És azt mondja nekünk, amikor sötétségben járunk, a próbák idején. Ezt tanultuk, nem? A próbák idején. Ne mondjuk azt. Ez az egész csak nem is kell nekem. Miért járnék Istennel? Semmi nem változott. És Ézsaiás azt mondja nekünk. Ilyenkor van itt az ideje, hogy odadőj Istenhez, hogy rátámaszkodj, hogy azt mond, de jó nekem. Van valaki, akire támaszkodhatok. Az én Istenem. Köszönöm, Uram. És azt mondja itt, ki féli az Urat? És ki hallgat az ő szolgája szavára?
his servants. Szintén a héten valahol beszéltünk erről. Also this, during this week we spoke. Olyan könnyű azt mondani. It's easy to say. Ó, Isten beszél hozzám. Oh God, speak to me. Isten beszél hozzám. God, speak to me. És akkor beülök az Isten tiszteletre. And then I sit to the service. Tudom, hogy Isten szólni fog hozzám. I know God is gonna speak to me. És aztán. And then. Pásztor, te nem mondhatsz ilyet. Pastor, you can't tell me this. És azért tudom, mert én is mondtam ezt. And I know this because I said this. És hogy tudod, hogy olyan könnyen megtörténik. And it happens so és itt azt mondja, and here it says, féled az Urat, if you fear the hallgass Lord, az ő szolgája szavára. Listen to the voice of his servant. És azt mondja, támaszkodj Istenhez. And, lean upon him. Figyelj, mi nem azért járunk Istennel. Rely upon him. We are not walking with God. Hogy Uram, old meg ezt a problémámat. To have God, have a solution for my problem. És aztán ígérem, itt se vagyok. And then I promise I won't bother you again. Nem ezért jövünk, sok ember jön Istenhez így. It's not this because we go. De mi nem így keressük őt. But we don't seek for him. Amen. Like amen. Nem így keressük őt. Hanem azt mondjuk, Uram, but we say, én Lord, hallgatni akarok rád. I want to én hozzád to akarok támaszkodni a bajban. Szeretnék hozzád jönni. És szükségem van rád. And I really need és you. Kérlek téged, and I'm asking hogy vezess engem. To lead me. Odakint outside there, a világ the world sokat kínál nekünk. Gives us much, right? Példabeszédek 6-ban. In Proverbs 6. Van egy érdekes kép. There's an interesting picture. És ez a 24. vers. And it's in verse 24. A gonosz asszonyról beszél és az idegen asszony nyelvének hízelkedéséről. It speaks about the evil woman and about the tongue of the stranger. Ja. És ez a történet. And this story. Amit most ne olvas végig majd otthon. What you don't, please don't read it now, but at home. Ez egy asszonyról szól, aki nem az én feleségem, this egy idegen asszony. Who is not my wife. She's a stranger. És ez, ha egy kicsit kitágítjuk a képet. And if we broaden this picture. Akkor ez arról szól, and it's about, hogy van egy csomó ígéret Krisztuson kívül. Having many many promises outside of Christ. Figyelj a világ. Listen, the world. Sátán. Satan. Senki. No one. Nem tud semmi olyat adni, mint Jézus. Senki nem tud olyat adni nekem, mint Jézus. Senki nem tud olyan nagyszerűt adni nekem. A törvény nem lehet olyan jó, mint Jézus. Az egész zsidókhoz írt levél erről szól. Senki nem tud olyat adni, mint Jézus. Senki. De ígérni könnyebb. It's easy to promise. Ígérni könnyebb. To promise. És erről szól ez a történet. And this story is about az idegen asszony. The stranger woman. Egy hívogató ígéret. A calling, a promise which is causing. Egy csalogató dolog. Something enticing. Yeah. Valami, ami vonz engem. Something that's luring me. És ez az, amit tanulunk. And this is what we learn. Azt mondjuk, we say, Uram, taníts engem. Lord, teach me. Uram, vezess engem. Lord, lead me. Uram, szólj hozzám. Lord, speak hát, ha te szólsz hozzám, if you speak to me, és az előző vers, nézzük meg. And also the previous words, let's look at it. Példabeszédek 6:23. In Proverbs 6, verse 23. Itt azt mondja, három dolgot mond. Azt mondja, szövétnek a parancsolat, for the commandment is a lamp, és a tudomány világosság, and the law is light. És életnek útja a tanító feddések. Reproofs of instructions are the ways of way of life. És ez három dolog. Three things. És amint itt vagyunk, and as we are here, megtanuljuk szeretni. We learn to love ezeket. Those things. Tanuljuk szeretni ezeket. We learn to love those things. Tanuljuk azt mondani. We learn to say, Uram, szeretem a te parancsolatodat. Lord, I love your commandments. Uram, szeretem a te tudományodat. Lord, I love your law. És Uram, szeretem a te tanító feddésedet. And I love the reproofs of your instructions. És miről szól ez? And what is this about? Isten ad nekem általános vezetést. God gives me a general leading. És hálás vagyok ezért. And I'm thankful for és ez it. Egy nagyszerű dolog. And this is something Isten great. Azt mondja, God says, légy őszinte, be honest, légy becsületes. Be honest. Beszéltünk erről most a hétvégén a házassággal kapcsolatban. Regarding marriage this weekend. Légy merj őszinte lenni. Ez egy honest. Általános dolog. Köszönöm, Uram. Thank you, Lord. Köszönöm, Uram. Thank you, Lord. Tanulni akarok. I want to taníts engem. You teach me, please. Pastor Borci mesélte.
Pastor Bortis said, hogy megállítják a rendőrök. That the police has stopped him. És ő őszinte. And he is honest. És azt mondja, ez nagyon rosszul, általában rosszul jár miatta. And he says, most of the times it's bad. Azt mondja, rettenetes büntetéseket kapok. Like he gets fined a huge amount. Mert ő őszinte. Because he is honest. De okay, Isten ezt mondta. But God said it. Okay, Isten ezt mondta. But God said it. De ez egy általános dolog. But this is aztán Isten mond nekem valami konkrétat. And then God tells me some specific things. Azt mondja, tanulj imádkozni. He says, learn to pray. Azt mondja, tanulj szeretni. He says, learn to love. Azt mondja, tanuld az én igémet. Learn my word. Azt mondja, tanuld. He says, learn. Tanuld, hogyan éljél velem. Learn how to live with me. Egyedülállóként. Like a single person. Tanuld, hogyan éljél velem. Learn to live with me. Házasként. Like a married person. Tanuld, hogyan éljél velem. Learn how to live idős emberként. As an old person. Fiatal emberként. As a young person. Tanuld, hogyan éljél velem. Learn how to live with tanulj erről konkrétan. Learn about vezetlek téged. I'm gonna lead you. És ez sokszor nagyobb kihívás. And many times this is a greater, challenge. Mert Isten konkrétan mond nekem valamit. Because God tells me something specific. De tanuljuk szeretni ezt. But we learn to love this. Mert erre van szükségem. Because this is what we need. Ezért beszélünk tanítványságról. This is why we are speaking about discipleship. Mert ez fontos nekünk. Because it's important for nem csak valami általános. Not something general. Nem csak valami felszínes. Not something hogy superficial. Tetszik, amit mondasz. I like what you're saying. De igazán belül rendben vagyok well, én. In the inside, nagyon jó. I'm all right. Ez olyan, mint egy bónusz. It's like a egy bonus plusz, egy extra. Plus an extra. Valami, amit így ami tetszik, amit így zsebre tehetek, és azt mondom, de jól néz ki, de igazán nincs rá szükségem. Something I can like and I put in my pocket and put it away and saying, well, this looks good, but actually I don't even need it. De mi másként jövünk. But we amen. Come in another way. Mi másként jövünk. Uram, nekem way. Szükségem van erre. Lord, I need beszélj this. Hozzám általánosan. Speak to me beszélj in a hozzám way. Konkrétan. Speak to me in a és még egy way. Módon, and one more way. Ha elfordulok, when I turn away, akkor fordíts engem vissza. Turn me back. Akkor fordíts engem vissza. Turn me back. Kérlek. Please. És lehet, hogy ezt megérzem. And maybe it hurts. Lehet, hogy nem olyan könnyű elfogadnom. So easy to accept. Lehet, hogy fájdalmas. Can maybe hurtful. De but, Uram, Lord, tanulom szeretni ezt. I'm learning to love a tanító feddések. Your reproof. Tudom, Uram, hogy ez I a javamra van. Kérlek, Istenem, so igazíts you. Ki engem. Straighten me és amikor azt hallom a pulpitusról, from the pulpit, tudod, ne éj paráznosan. Don't live in fornication. Tudod, vegyed komolyan a hitedet. Like, take your faith seriously. Mikor mentél utoljára missziós útra? When was the last time you went to tudod, tégy egy hitbeli lépést. Make a step of kezdeményez faith. Valaki felé, akivel nem álltál szóba egy hosszú ideje, meg vagy bántódva rá. Initiate to someone who you didn't speak for a long time because you're offended. Tudod, akkor lehet, hogy Isten ezt csinálja. Maybe this is what God is doing. Tudod, de ha én nem szeretem ezt, but if I don't like this, ha nem mondom előre a szívemben, if I don't say it beforehand in my heart, hogy én szeretem ezt, Uram, szükségem van rá, és te tudod, mikor kell ez nekem, and you know when to do it. Akkor nem fogok, tudod, megfordulni. Then I'm not gonna akkor nem fog megtörténni. Then this is not gonna happen, akkor annak a tanító feddésnek then this reproof nem lesz haszna az életemben. Will not have an effect in my life. De Isten ments, but God forbid, hogy megmaradjak a felszínnél, that I would stay at the surface, mert nem fogunk visszamenni oda, de Ézsaiás 50-ben így folytatódik. We're not gonna go back, but Isaiah 50 continues like this. A 11. versben in verse 11, azt mondja, it says, hogy íme ti mind, akik tüzet gyújtotok, felövezvén magatokat tüzes nyilakkal. Behold all ye the kindle of fire that compass yourselves about with sparks. És tudod, miről szól ez? You know what this is about. Van olyan ember, there are people, aki odadől az ő istenéhez, who are leaning against their God. És van olyan ember, aki azt mondja, there are others who say, minek nekem Isten? Why do I need a God? Tudok én tüzet csiholni magamnak. I can make a fire for myself. Meg tudom én csinálni ezt. I can make it. És Isten azt feleli. And God's answer is, jó, akkor próbálj annál élni. Okay, try this. Akkor próbálj annál a lángnál élni, amit te csiholsz. Try to live at the fire you are making. És olyan, tudod, olyan vagyok, mint aki ott pattintgat, és szikrák jönnek. And I'm trying to make this fire with the sparks. És nincs több, csak a szikrák. More, only the sparks. És Isten azt mondja, jó, ha akarsz, and God says, okay, if you akkor want élj a szikráid melegénél, élj a szikráid fényénél. At the light of your sparks. És tudod, elég a szikra arra, hogy meleget adjam. Is the spark enough for to give more, to give more érdekes dolog a szikra a sötétben, nem? It's interesting in the dark.
a szikra spark in the dark nem megvilágítja a sötétet. Is not lightening the darkness. Csak a szikrát látod. You only see the spark. És Isten azt mondja, and God says, ha a magad útját akarod, if you choose your own way, élhetsz annál, you can do it. Elég hűvös lesz. It's gonna be cold. Elég sötét lesz. It's gonna be dark. És én nem kívánom ezt neked, and I don't mert szeretlek. This would happen to you because I love you. És ezért jövünk össze, nem? And this is why újra meg újra, hétről hétre, week by week, hetente kétszer, háromszor, akárhányszor, mert tanuljuk ezt, hogy szükségem van az általánosra, konkrétra és a kijavításra. És köszönjük, Urunk. Amen. Amen. Köszönjük, Urunk, ezt a kapcsolatot. Annyira hálásak vagyunk neked, hogy adtad nekünk ezt a kapcsolatot veled, hogy mi vagyunk a szeretett tanítványok, hogy mi vagyunk azok, akinek menetelük van Istenhez. Mi vagyunk azok, Istenünk, akik tanulunk veled járni, akik tanulunk tőled. Annyira köszönjük, Urunk, ezt a gyülekezetet, minden gyülekezetet, Uram, ahol élő hit van, ahol téged emelnek föl, Jézus. Köszönjük, Urunk, a testvéreinket, városszerte, országszerte, világszerte. És csak kérünk téged, Urunk, hogy írd ezeket a szívünkbe. És ha úgy vagy itt a mai estén, hogy nem hiszel Jézus Krisztusban, szeretnénk felkínálni neked ezt a lehetőséget. Ez egy lehetőség a számodra, hogy Jézus mellett dönts, aki érted halt meg, aki érted fizetett a kereszten. Ez nem vallás, hanem szívbeli döntés. Akár itt vagy ma este, akár a neten nézed, mondd azt a szívedben, Jézus Krisztus, hiszek benned, ments meg engem, adj nekem új életet, rád bízom magam, meg akarlak ismerni. Jézus, köszönöm, hogy meghaltál értem. Jézus, hiszek benned. And I believe in you, Jesus. Szeretnélek megismerni. I want to know you more. Adj nekem új életet. Give me a new life. Gyere az életembe. Come into my life. Ha ezt az egyszerű imád, and this is a simple prayer. Most életedben először mondtad el. If you said this for the first time in your life. Akkor, amint a gyülekezet imádkozik. We are all praying here now. Kérlek, csak egy pillanatra emeld fel a kezed, hadd tudjam, hogy meghoztad ezt a döntést. Please for a second lift your hand. So ha valaki meghozta a döntést, csak tedd fel a kezed. Hát tudjam, van-e bárki? Is there anyone? Bárki, aki ma Jézus mellett döntött? Is there anyone who decided for Jesus? Szeretnénk adni neked egy kis ajándékot, de we would like to give you a döntés a tiéd. But the decision is senki yours. Nem hozhatja meg helyetted. No one can make it for you. Van-e bárki ma este? Is there anyone? Rendben. All right. Ennyi, Atyán, köszönjük neked. Heavenly Father, a drága nevedben. In your precious name. Amen. Amen.